A nők munkaerőpiaci elhelyezkedését segíti a Nyíregyházán nemrégiben nyílt család és karrierpont. A Magyar Vöröskereszt megyei egyesületének projektje nőket, anyákat és családokat egyaránt megszólít. Az irodákban mindenkinek ingyenes és személyre szabott szolgáltatást biztosítanak. A Családbarát Ország program keretében kiemelt szerepe van az úgynevezett csak pontoknak, amelyek a családok egészséges működését támogatják. A legnagyobb problémát az jelenti a nők és az anyák számára, hogy nincs elég rugalmas munkahely rugalmas időbeosztással. Kutatások szerint egyre nagyobb igény merül fel arra, hogy a munkavilágába visszatérők akár home office-ban is dolgoznának, csak hogy jobban összeegyeztethető legyen a magánélet, a család és a munka. Ebben is próbál segíteni a Vörös Kereszt megyei szervezete, így már több vállalkozás és egyesület is csatlakozott a programhoz. A helyi szolgáltatás még 2018 nyarán indult, az előkészítési folyamat véget ért, és már külön irodában várják az érdeklődő ügyfeleket. A szolgáltatás azonban nem csak Nyíregyházán, hanem a megye további hét településén is működik. Vennünk a stúdióban Gúrá Edina, a Magyar Vörös Kereszt megyei szervezetének igazgatója. Kezdjük sokkal, valamit, üdvözlöm Üdvözlöm a nézőket, jó napot kívánok. Gondolom egy probléma hívta a jeletre ezt a család és karrierpontot. Mi volt a fő akut probléma? Ö Igazándiból a problémát szerettük volna megelőzni, mégpedig azt, hogy a nők munkaerőpiaci visszatérése, vagy a munkaerőpiacon való szereplése minél zöggenőmentesebb és minél sikeresebb legyen. Akkor, amikor a nők munkaerőpiaci helyzetéről beszélünk, akkor ahogyan a csakpontnak a nevében is benne van a karrier, nagyon sokan magasan végzett és magas pozíciót betöltő nők karrierálmairól gondolkodnak, azonban nem csak az ő életükben jelent problémát az, amikor például néhány év kihagyás után vissza kell térni a, a munkaerőpiacra, hanem ez minden ő életében, aki például gyereket vállal, fiatalabb korában, idősebb korban pedig, a idősebb hozzátartozóról vagy beteg hozzátartozóról való gondoskodás az, ami miatt esetleg kiszoktak szakadni a munkaerőpiacról, és akkor, amikor vissza szeretnének térni, akkor nehézségbe ütköznek. A család és karrier karrierpontot a Vörös Kereszt azért hívta életre, hogy ezt a, ezt az átmenetet meg tudjuk könnyíteni, illetve tudjunk segíteni abban a, a, nő, a női munkavállalóknak, amikor például a munkahelyet szeretnének váltani, számukra egy kedvezőbb helyet szeretnének keresni, vagy az életvitelükhöz egy, egy jobban passzolót szeretnének keresni. Nagyon sokszor elakadnak már azon a ponton, hogy hogyan kell egy jó életrajzot megírni, ugyanis az internetről nagyon sok minden elérhető és letölthető, azonban magam is munkáltatóként azzal szoktam találkozni, hogy ezek az önéletrajzok sablonosak nagyon keveset mondanak el a jelentkezőről, és gondolom ezzel számos más munkáltató ugyanígy találkozik, hogy nem tudják jól bemutatni magukat, nem tudják bemutatni a munkakészségüket, nem mindig vannak tisztában annak a fogalmával, hogy mit jelent egy, egy munkavégzésre alkalmaz számítógépes tudás, hogy ez nem feltétlenül a közösségi oldalaknak a, megfelelő kezelését jelenti, hanem szövegszerkesztést, Excelnek a kezelését, táblázatkezelő programot, diaszerkesztő programnak a használatát jelenti. Tehát, hogy egy egészen másfajta készséget és tudást várunk el a munkaerőpiacon a nőktől, mint amit ők sokszor megfogalmaznak maguknak, hogy ez mit jelent. Az ilyen szolgáltató központok kiválóan alkalmasak arra, hogy fölmérjék a hozzánk betérő nőknek a szükségleteit, az egyéni képességeit, és ennek megfelelően tudják orientálni őket a, a munkavilágába. Egyénre szabott szolgáltatást végzünk, tehát minden hozzánk betérő ügyféllel egy személyes adatlapot veszünk föl, az ő igényeinek megfelelő tanácsadásokba, csoportfoglalkozásokba irányítjuk. Főállású munkatársak segítik ennek a karrierpontnak a működését, amiből egy egyházán van, egy nyírtasson, ez a két központ, illetve úgymond hét leányvállalata van, ezek a Vöröskereszt területi szervezeténél találhatók, tehát nem csak Nyíregyházán érhető el a Vöröskereszt karrierpontja, hanem tulajdonképpen egy megyei lefedettségű programot valósítunk meg ezzel. Bár Nem. Elmondta, hogy ugye nagyjából, hogy hogyan működik a, 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 az, az önök karrierpontja, viszont azért, hogy kell ezt elképzelni? Tehát, hogyha adott egy anyuka, aki hat éven keresztül a gyerekével, mondjuk a két gyerekével foglalkozott, ugye kiesett tényleg a munka világából, tehát akkor megkeresi önöket, és akkor önök pedig felmérik a képességét? Hát hogy tulajdonképpen jár jelenleg? Így van, megnézzük, hogy hol jár jelenleg, megnézzük, hogy hol van elakadása, és ennek megfelelően egy szakértői csapat dolgozik mellettünk, mögöttünk, és a megfelelő tanácsadóhoz irányítják a kollégák. Van, amikor egyébként a hozzánk betérő ügyfél is egészen pontosan meg tudja fogalmazni azt, hogy mire van szüksége, de van, amikor ez az egyéni felmérésből derül ki, vagy például egy-egy tanácsadóval folytatott beszélgetésből, és hogyha abból az derül ki, hogy neki még másra is szüksége volna, akár mondjuk egy álláskeresési tanácsadásra, vagy akár pályaorientációja, pálya orientációra, pálya korrekcióra, akkor ezt megkaphatja. Nagyon sokszor az is problémát jelent az anyukáknak, hogy például szeretnének uh, szolgáltatást igénybe venni, de a gyerkőcöt nem tudják hova tenni. Mi úgy alakítottuk ki ezt Mármint a szolgáltatást. Így van, Na. amikor a mi szolgáltatásunkat szeretnék igénybe venni, hogy van egy nagyon szépen uh, kialakított, uh, nagyon sok játékkal felszerelt, uh, uh, hát nem saroknak nevezném, hanem játszószobának, amíg uh, az anyuka uh, valamilyen tréningen vesz részt, vagy tanácsadásban részesül, vagy csak beszélget a kollégákkal, addig képzett gyermekfelügyelő vigyáz a gyerkőcre. Van egyfajta létszámbéli korlát, hogy hány jelentkezőt fogadnak? Nincsen. Nincsen. Tehát aki, aki úgy érzi, hogy vagy, vagy csak szimplán kíváncsi lett az alapján, amit mostanában látott, hallott rólunk, és úgy gondolja, hogy neki jó lehet ez a szolgáltatás, akkor kipróbálhatja. Ez az egyik lába, amit ugye a, a nők számára nyújtunk, viszont munkáltatókkal is kapcsolatban lépünk. Egyrészt szeretnénk fölmérni, hogy milyen munkáltatói szükségletek jelennek meg, milyen típusú munkavállalót keresnek, milyen típusú munkára, Erről is egy szükségletfelmérés fog készülni, és próbáljuk a meglévő képességeket, a, tehát a, a keresletet és a kínálatot megpróbáljuk közelíteni ezeken keresztül egymáshoz. Ez még lenne egy kapcsolódó kérdés, Mi a tapasztalatuk, hogy a cégek mennyire rugalmasak a tekintetben, hogy hogyha adott egy jó női munkaerő, és ő elmegy ugye egyedre, akkor szívesen tártkarokkal fogadják-e majd vissza. Kénytelenek tártkarokkal visszafogadni minden esetben, hogy egy törvényi kötelezettségük van rá, tehát a, a munkajog védi szerencsére a női munkavállalókat ebből a szempontból. Azonban minden munkáltatónak számolnia kell azzal, hogy ugye kisgyerekes családokban az óvodai, bölcsődei betegségeket sorba viszik haza. Tehát valószínű, való, valószínűsíthető az, hogy az a női munkavállaló, aki kisgyerekes családból érkezik vissza, az mondjuk gyakrabban lesz otthon a beteg gyermekével, hogyha a családi hálóban ezt nem tudja megoldani. Tehát nincsen rendelkezésre álló nagymama, nagyszülő, keresztszülő akárki, aki a gyermekfelügyeletet a beteg gyerek mellett meg tudja oldani. Ez kihívás egyébként az anyukának is, hogy másra bízza a beteg gyermekét, és kihívás a munkáltatónak is, hiszen a hiányzó munkavállalót pótolnia kell. Tehát ennek a rugalmasságát ezt valahogy meg kell oldani. Igen, hát itt egyik napról a másikra előfordulhatnak problémák. Ez pontosan így tehát történik. Tehát a gyerek, és másnap már és nem, másnap nem tud, már nem tud dolgozni. Itt önök megfogalmaznak egy olyat is, hogy home ösztönzik azt, hogy home is dolgozhasson az anyuka. Megyünkben mennyire van erre lehetőség? Ez attól függ, hogy milyen milyen típusú munkát végzünk? Nyilván egy termelői tevékenységnél, ahol egy gyártósor mellett kell állni, a home office, tehát az otthonról végezhető munka, az nem igazán elképzelhető. De például akár, hogy egy könyvelésben dolgozzon, adatrögzítésben dolgozzon valaki, és ezek csak a legelcsépeltebb ötletek, hogy mi az, ami otthonról megoldható. Én nagyon sokáig dolgoztam otthonról, mert kivitelezhető volt. Tehát ott, ahol volt egy internet csatlakozás, egy laptop és egy telefon, onnan én tudtam a munkámat végezni, és ez mondjuk kisgyerekek mellett ez egy, ez egy nagyon kényelmes és nagyon jó ö, munkavégzés volt, hiszen nem ment el az idő a munkába járással. Ön a megyei kereszt igazgatója, egyetlen egy kérdés erejéig, mi a helyzet a vérállományjal? A vérállomány az mindaddig rendben van, amíg van megfelelő számú véradunk, ezzel küzdködünk azt gondolom a legtöbbet, hiszen a megye lakosság, lak, tehát a, a megye lakosságának az egészségmutatói és a, a korösszetételéből fakadóan sajnos a, a régió vé, véradóink, ha mondhatom így, a véradó donorok kezdenek kiöregedni, és az utánpótlásról gondoskodni kell. A fiatalok körében ez nem egy kedvelt segítségnyújtási forma. Én nem is feltétlenül őket szólítanám meg, a, hanem a fiatal felnőtteket, hiszen ők azok, akik talán már jobban átérzik mondjuk egy idősödő vagy egy megbetegedő szülő mellett, hogy mit jelent az, amikor nagyon hirtelen egy-egy műtét kapcsán, vagy egy betegségből való Meggyógyulás kapcsán vérre van szükség. Tehát rendszeres véradóra van szükségük. Elkötelezett, Elkötelezett rendszeres egyszer. véradóra így van. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.